Tündérszép Ilona és Árgyélus. Volt egyszer egy király és annak három fia. Volt a királynak egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Olyan különös fa volt az, hogy éjjel virágzott, s meg is ért rajta az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király, amikor szokása szerint korán reggel kiment sétálgatni gyönyörűséges kertjébe, az aranyalmáknak csak a hűt helyét lelte. Így történt ez másnap is, harmadnap is, Összehívta a király erre az egész udvart, s kihirdette, hogy ha olyan emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát nekiadja. Az őröknek sem kellett egyéb, odaállottak az almafához. De hiába volt minden, mert éjféltájban mély álom ereszkedett reájuk, és alig múlt el negyed óra, mire felébredtek, az aranyalmák mind eltűntek. Egyszer azután a tanácskozásban felszólalt a három királyfiú, és megjelentették, hogy ők fogják őrizni az almafát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. De vele is csak ugyanaz történt, ami a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott, Árgyélus királyfi. Legelőször is dohányjal jól megtömött aranyszerencét dugott a zsebébe. Így ült le az almafa alá. A holdvilág szépen világított árgyélus királyfi arcára. Már érezni kezdte, hogy az álom össze akarja a szemét húzni. Szippantott hát egy kis dohányt. Jól megdörzsölte a szemét, nagyokat prüsszentett aztán másodszor is nagyot cippantott a dohányból. Még egyszer megdörzsölte a szemét. Egyszer csak halk suttogást hallott. Feltekintett, hát a feje felett tizenkét hollót látott repülni. Egyenest az almafához tartottak. A tizenharmadik holló, mint vezér, előrepült. Árgyélus megkapta a tizenharmadik hullónak a lábát, s felkiáltott. Meg vagy tolvaj! De időn rátekintett, hát látja, hogy karja közt gyönyörű szép lány fekszik, aranyfürtjei eltakarják szép fehér vállát. Ki vagy te szép tolvaj? kérdi a királyfi. Soha többé el nem eresztelek. Én tündérszép Ilona vagyok, mondta a szép lány. Ezek a hollók pedig a lánypajtásaim. Mulatságból minden este ide repülünk, hogy a sok aranyalmákat leszedjük. De nálad nem maradhatok, pedig megvallom, hogy te vagy, akit soha felejtenem nem lehet, mert csak téged szeretlek. Maradj nálam, kérte Árgyélus. Nem maradhatok, felelte tündérszép Ilona de megígérem, hogy ezentúl minden nap el fogok jönni, de az almákat többi el nem viszem. Légy mindig itt, ha látni akarsz. Ezzel nagy robajjal elrepült a tizenhárom holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák mind megvoltak. A király homlokon csókolta a fiát. Árgyérus csak azt kérte az apjától, engedje meg, hogy tovább is őrizhesse az almafát. Ki is ment minden éjjel Árgyélus királyfi őrködni, hogy láthassa tündérszép Ilonát. De volt a király udvarában egy vén banya, aki Árgyélus királyfit nagyon szemmel tartotta. A király is kezdett kíváncsi lenni. Mi lehet az oka, hogy Árgyélus Annyira szeret az almafánál örködni. Magához szólította hát a vén banyát és így szólt hozzá. Látom, hogy árgyélus királyfit te szemmel tartod. Vigyázz meg egyszer, mikor az almafánál örködik. A vémbanya úgy tett. Mikor árgyélus az almafához ment őrködni, a vénbanya a bokrok mögé bújt. Másnap, korán reggel már jelentette a királynak. Meglestem árgyélus királyfit. Gyönyörűséges, aranyhajú lányjal láttam az almafa alatt ülni. Holló képébe jött az almafára. Úgy lett belőle aranyhajú lány. Hazudsz banya, mondta a király. Nem igaz, de úgy van az, felséges uram, ha kell, holnap jelet is hozok arról, hogy igazam van. Másnap este Árgyélus és Tündérszép Ilona megint egymással mulattak. Maguk sem tudták, hogyan történt, mélyen elarudtak mind a ketten ekkor előcsúszott a vén banya, és egy aranyfürtöt levágott tündérszép Ilona hajából. Azután lassan elment. Felébredt tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett. Felébredt erre Árgyélus is. – Mi bajod van, kedvesem? – Jaj, Árgyélus, éj boldogul, én téged soha többé nem láthatlak, nálad nem maradhatok a házadban tolvajok laknak. Nézd, aranyfürtjeimből egyet levágtak. Ezzel megölelte Árgyélust, újjáról egy gyűrűt vett le, és Árgyéluséra húzta. Neked adom, mondta, erről akárhol megismerlek. Ezzel összecsapta kezét, hollóvá változott, és elrepült. Másnap reggel a vén banya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Nagyon csodálkozott a király, és tüstént magához hívatta Árgyélus királyfit. Édes fiam, testvéreidet már mind kiházasítottam. Megjött az, hogy téged is megházasítsalak. Gazdag királylányt kerestem számodra. Azt hiszem, nem lesz ellenvetésed. Kedves atyám, én meg fogok házasodni, de csak úgy, ha én választok magamnak feleséget. Már találtam is. Tündérszép Ilona lesz a feleségem. A királynak nem tetszett a felelet. De bármint akarta is lebeszélni árgyélust a kívánságáról, az nem engedett. Kardot kötött az oldalára, és elment, hogy tündérszép Ilonát megkeresse. Az egész udvar gyászba borult utána már majdnem az egész világot összejárta a de tündérszép Ilonának még a nyomára sem talált. Egyszer egy kis házhoz jutott, a házban egy vén anyóra talált. Illendően köszöntötte. A vén anyó széken ült, csodálkozva kérdezte árgyélust. – Hogy jársz erre, ahol a madár se jár? – Öreg anyám, mondta Árgyérus. Nem tudnál nekem megmondani, merre lakik szép Ilona? Nem bíz én, édes fiam, de talán, ha hazajön az uram, a nap minden üvé odasüt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert meglát, felfal. Erre elbújt Árgyélus. Hazajött a nap, Belép a szobába, mindjárt kezdte. Pű, pű, anyó, emberhús, hús, büdös! Erre kimászott az ágy alól árgyélus, s köszöntötte a napot. Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél, mondta a nap. Másként felfaltalak volna. Tündér szép Ilonáról nem tudok semmit, de talán holdbátyám tud felőle valamit. Elment hát Árgyélus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Az a szélhez utasította. Oda is eljutott, szépen beköszöntött, és a széltől is megkérdezte, hogy nem tud-e valamit tündérszép Ilona felől. Én, mondta a szél, nem tudok semmit, de nem messze tőlem abban az erdőben lakik az állatkirály. király. Azt talán tud valamit. Ment, mendegélt újra árgyélus, már egészen beesteredett, úgy, hogy majdnem semmit sem látott. Felmászott egy fára, szétnézett, nem lát -e valahol világot csak ugyan messze, távolban észrevett egy kis világocskát. Egy szép kastélyból szürem lett. Bekopogott, kinyílott az ajtó, és egy óriás jött elébe, akinek a szeme a homlokán volt. – Jó estét, felséges király! – köszönt Árgyérus. – Nem tudnál te nekem tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat? – Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, mint illik. Másként halál fia lettél volna. Én az állatkirály király vagyok. Tündér szép Ilonáról nem tudok semmit, de talán az állataim közül valamelyik tud felőle valamit. Ezzel egyet füttyentett, és az egész palota azonnal tele lett mindenféle állattal. Megtette a király a kérdést, de az állatok közül sem tudott senki semmit. Végre is előkullogott egy sántafarkas. Én, mondta a sántafarkas, tudok tündérszép Ilona felől valamit. A fekete tengeren túl ott törték el a lábamat. Na hát, akkor vezesd oda ezt a szegény királyfit mondta a király. A sántafarkas azonnal odaállt, hogy Árgyélus üljön rá. Így mentek száz meg száz esztendeig. Egyszer csak letette a farkas Árgyélust. Már én tovább nem vihetlek, oda most már magad is eltalálsz. Hisz nincs már messzire, csak száz esztendőt kell még menni. Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt árgyélus tovább, egyszer csak egy völgyet lát, mely három hegyel volt körülvéve. A völgyben épp három ördög verekedett. Oda ment hozzájuk, és kérdezte tőlük, miért verekednek. Az atyánk meghalt, s maga után ezt a köpönyeget, ostort és a bocskort hagyta. Ez a köpönyeg olyan köpönyeg, hogyha magadra veszed, és aztán a bocskort a lábadra húzod, és ezzel az ostorral egyet csattantasz, és azt mondod, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, ott vagy azonnal. Ezen nem tudunk mi megegyezni. Nem tudjuk, kire mi jusson. No, mondta Árgyélus. Ha csak az a baj, majd elosztom én köztetek. Hanem egyik hágjon fel erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra. Az ördögök felmentek a hegyre. Árgyírus pedig felvette magára a köpönyeget és a bocskort, az ostorral egyet csattintott, és azt mondta. Hip hop ott legyek, ahol akarok. Legyek azonnal tündérszép Ilonánál. Azonnal egy kristálytiszta palota előtt termett. Éppen kitekintett az ablakon tündérszép Ilona egyik játszótársa. Megismerte Árgyélust. Beszaladt hangosan tündérszép Ilonához. – Itt jön Árgyélus! – tündérszép Ilona azt hitte, hogy csak játszanak vele. Pofon vágta a lány pajtását. De jött a másik, a harmadik, a negyedik, a tizenegyedik, de úgy jártak mind a tizenegyen, mint az első. Árgyélus bekopogott az ajtón. Egy öreg asszony jött ajtót nyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyélusra. Aztán a csodálkozása nagy örömmé változott. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Árgyélus! Legalább megszabadítod a király kisasszonyunkat. Most nem lehetsz vele, csak éjféltájban, mert csak akkor járhat szabadon akkor, ha te háromszor megcsókolod, a varázslónak nem lesz több hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon, másként halál fia lennél. Nem félek én tőle sem, mondta Árgyérus. Megvívok én vele. Az öregasszony behívta Árgyérust, seje ágyat vetett neki, pompás vacsorát készített számára. Aztán azt mondta. Minden éjjel eljön ide, tündérszép Ilona. Ne aludj el! De az öreg asszony gonosz boszorkány volt. Volt egy sípja, melyet, ha megfújt, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, elfordult és sipolt, és attól árgyélus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy a világon volt-e valaha. Éjfél tájban eljött tündérszép Ilona. Meglátta a kedvesét, és felkiáltott: Ébredj fel, kedvesem! Ha háromszor megcsókolsz, megszabadulok a varázslattól! De Árgyélus nem ébredt fel. Reggel azt mondja a vénbanya: Itt volt tündérszép Ilona de te aludtál, mint a bunda! Másnap is úgy történt, harmadnap is. De egyszer, amint a vén boszorkány elbóbiskolt, Árgyélus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, és kíváncsiságból belefújt. Hát látja ám, hogy az egész cserétség elaludt tőle. Ekkor tért észre, hogy azért aludt ő is olyan mélyen, mikor a vén banyas sípolt. Most a maganyakára akasztotta a sípot, és valahányszor a boszorkány fel akart ébredni, ő mindannyiszor sípolt egyet. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép ilona. Árgyélus háromszor megcsókolta, és azonnal az egész vár kivilágosodott. Minden ajtó felnyílt. A vén boszorkány elsüllye. De hogy másodszor megcsókolta volna árgyélus tündérszép Ilonát, előbb tizenegyszer pofon vágta. Ez azért van, mivel te tizenegy játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak. Megérdemlem, rebegte tündérszép Ilona. Ekkor árgyélus karjába vette tündérszép Ilonát, felhúzta a köpönyegét és bocskorát, ostorával egyet csattantott. Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az apám várában. Azonnal odarepültek egy szempillantás alatt. Árgyérus hatalmas király lett. Tündér szép Ilona, hatalmas tündér. Ha meg nem haltak, most is élnek. Örömteli olvasás, varázsbetű www.varázsbetű.hu